Iskola nyitogató programot tartanak a felvételt nyert kisdiákoknak két egri helyszínen is. Mindkét intézmény az Eszterházy Károly Egyetem gyakorlóiskolája. A program célja, hogy az iskolakezdés előtt álló gyerekek még a tanévnyitó előtt kötetlen formában ismerkedhessenek az épülettel, a tanárokkal és a leendő diáktársaikkal. A Barkóczi úti iskolában ott van Debnár Ádám kollégám, akinek vendége is van. Szervusz! Köszöntöm az nézőket, szervusz! Igen, elindult a program, ami majd kiderül mindjárt, hogy valójában egy hosszabb programnak az utolsó felvonása, ami a kisgyerekek beilleszkedését illeti. Itt van Vincéné Sós Tünde igazgatóhelyettes, akivel először is beszéljük meg a technikai adatokat. Hány gyermek kezdi meg az intézményben a tanulmányait most szeptembertől? Az idei év folyamán 99 elsősünk kezdi tanulmányait iskolánkban, 4 osztályba elosztva természetesen őket, tagozatonként indítunk énekzene tagozatot, angol tagozatot, és nem olyan régi tagozatunk a természettudományos, ami nagyon nagy sikernek örvend a városba. Tehát ezekből lehet választani az elsősöknek. Ugye, ahogy említettem itt a felkonferálásban, gyakorlatilag ez egy hosszabb programsorozatnak a része és utolsó állomása, ami most éppen zajlik. Miről van itt szó pontosan? Iskolánknak a rendezvényei között már évek óta szerepel a Hívogat az Eszterházy elnevezésű, ami azt szolgálja, hogy városunkban és a környéken jobban megismerjenek minket a leendő iskolások szülei és a maguk a kis óvodások. Mi már ezt elkezdjük ősz folyamán, meghívjuk őket intézményünkbe, és tájékoztatást adunk az itt induló képzésekről, programokról, lehetőségekről a szülőknek. Közben a kisgyerekekkel kollégáim különböző foglalkozásokat vesznek részt, játszanak, táncolnak, logikai játékokkal foglalkoznak, tehát nagyon változatos a programunk. Ez az első része ennek az egész sorozatnak. Utána nyílt napokkal próbálunk szülőket, kisgyerekeket vendégül látni, amiket azok a tanítónénik tartanak, akik majd első osztályban az osztályfőnökök lesznek. Ezt követi a beiratkozás, amikor már ugye beiratkoztak a gyerekek, és onnantól kezdve mi konkrétan iskola előkészítő foglalkozást tartunk, tehát az iskolára szeretnénk jobban ráhangolni, felkészíteni a gyerekeket, esetleges lemaradásokat felvillantani, és tanácsot adni, hogy mivel lehet ezt pótolni. Igen, és ahogy itt látjuk, közben a kameraképeken is látható, hogy a gyerekek ugye játszanak azokkal a gyakorló oktatókkal is, akik az egyetemen tanulnak még, de hát nekik ugye épp ez egy gyakorló iskola, és itt egymás nevét is megtanulják a játékokkal, tehát megy az ismerkedés, úgyhogy innentől kezdve a szeptember 1-i tanévnyitó már nem egy idegen környezetet jelent, hanem már új ismerősökkel lehet találkozni, és ahogy hallhattam itt az elején, azért ennek következtében az első tanév napokon kevesebb például a sírás a picik között, úgyhogy ez mindenképpen pozitív. Ez tehát az iskola nyitogató program, ami Egerben mind a két olyan iskolában zajlik, ami az Eszterházy Károly Egyetemnek a gyakorló iskolája. Úgyhogy a gyerekek ma délelőtt, meg holnap délelőtt ismerkedhetnek meg, aztán pedig jönnek a komoly, vérkomoly tanórák. Debnár Ádámnak Egerből köszönjük szépen!